Kaposvár Zalaegerszeg meglehetősen mély talajú pályán, kékben a vendégcsapat, mely a nyitó fordulóban, hát akkor más időjárási körülmények között kikapott otthon 5-3-ra. Itt viszont úgy kezdett, hogy akár nyerhet is sok gólos különbséggel, hiszen egy perc sem telt el, amikor megvan a zalaiak vezető találata. Simon kotorta be közelről a Rajkomártól kapott labdát. Ez egyébként Simon Attila 5. gólja idén, egy nagyszerű Mijatovic indítás után jött össze a vendégek vezető gólja. 10 percig örülhettek ennek, Csank Jánosék ügyesen adogatja körbe a védekező harmadot a hazai együttes, a Rákóczi. Itt mint a megfenek lenne az akció, ám nem. Egy kényszerítő középen, és megvan az egyenlítő találat. Olá! Olá Loránd 9 gólos már a szezonban. Periccstől kapta a labdát, tökéletes ütemben, lesről szó nincs, a védők lemaradnak, beragadnak a sárba. És elgurítja Vlaszák mellett a csatár. 2 perccel később Balázs buktatja Varga, 11-es. Fábián Mihály egyből mutatja, akció közelben volt a bíró, hiába reklamálnak, jár is a sárga Vargának, a 11-es meg a Rákóczinak. Eseménydús kezdés, hiszen még negyed órája sem tart a meccs. Volt már egy gól itt, egy gól ott, meg jöhet még egy itt, amint elvégzik a 11-est a somogyiak. Persze a vita miatt nem megy ez olyan gyorsan. Olá, kapufa, kijön a labda, de Perics érkezik a leggyorsabban. Ő volt a legszemfülesebb. Reklamálnak az alai védők, hogy a labda elrugás előtt már belépett a légiós, de ezt sem az asszisztens, sem a bíró nem így érzékelte, így a gól érvényes. 2 perc alatt fordított a Rákóczi, és vezet már 2-1-re. Apró érdekesség, hogy a tavalyi szezonban sem tudott győzni a Zalaegerszeg a Kaposvár ellen. Zalaegerszegen 3-0-ra nyert, a kaposvári Rákóczi hazai pályán meg 1-1-et játszottak. A 34. percben egy újabb hazai akció, nem is akármilyen helyzet, ám kimarad. Vlaszákba lőtt 8 méterről Perics, a túloldalon egy beívelés, veszélyes a lefejelt labda, és a kapufa segít, hihetetlen kavarodás, és ez is elakad. Hihetetlen tényleg, hogy mi történt ott a büntető területen belül. Itt egy panikvár kapufa közelről, ez volt a nagyobb művészet nem berúgni. Ott még beleesik egy védő, majd jön Horváth lövése. Ez is elakad. Még lassítva is nehéz volt követni a labda útját. Már a második félidőben járunk, egy zetes szögletet követően Pavlovics kifejeli kocsárdi kapásból. Nem tudta igazán keményen meglőni Kocsárdi Gergely, drobbol a labdát, könnyedén lehúzza a középre Léc alá tartót a hazai kapus Milinte. Olá veszi le mellel, és aztán éles szögből a rövidre. De végül is nem talál. Horváth. Illés, alányul, Simon egyenlíthetett volna, Les reklamált ugye Milinte, de nem volt az. Kívülről érte is a kapufát a labda. A 67. percben egy felívelés, Grúz kifejeli. Illés, nem egyből lő, átveszi a jobb lábára, és odaér még a kapus. Nagyot védett Milinta, besűrrel surranhatott volna a jobb alsóba. De megnyúlva kitolja a kapus. Turcsik cseleként jött be, Kocsárdit váltotta a fiatal bek, kifejelték Illésig, aki ível középre, és nem tudja meglőni. Kamber inkább csak belebotlott a labdába. Fogjuk a nehéz talajra. Negyed órával a meccs vége előtt a cserekénbe jött Javad indul meg, rávezeti a védőre, még mindig ő, aztán Olá pörgeti tovább,
Perics és Laszák két kézzel. Fogy az ideje az Alegerszegnek, pedig legutóbbi 5 bajnokjában 4-et megnyert az Ete, de most vesztés áll. 91. perc, még egy utolsó zalai roham. Delics veszi észre, hogy ottan üresen Kamber, aztán Mijatovic lekészíti, és Rajko már durrant mellé. Nem volt egy életerős lövés, de ott, mint a védő lába is hozzáért volna. A Rákóczi pontszámban ezzel a győzelmével beérte a legyőzött zalaiakat, és dobogós, a Zete pedig egyértelműen mumusára akadt a Kaposvár személyében. Úgy zajlott a meccs, ahogy vártuk. Hatalmas küzdelem volt. Mind a két csapat nyíltan játszott. Nálam döntő volt, hogy az egyébként kiváló képességű három játékvezetőnek volt rossz két-három döntése, ez nekünk pontokba kerül. De igazából azért az a kijelölt gólhelyzetek is belejátszottak, illetve az, hogy az ellenfélnél jó futbolisták vannak, és pillanatnyi megingásainkat jól használták.